Latyakos, hókásás az utak többsége Szabadkán, másút viszont letaposott havas az út. Ezen a felületen könnyen megcsúszhatnak az autósok és a gyalogosok is. Nije raš, išljeno da je dosta klizavo i da ima jedno na ovim delovima da je ovaj centar grada je čišćena, ali ovamo malo van okolo nije baš čišćena. A gyalogos járdákat néhol letisztították, de sok helyen jegesek, csak araszolva lehet haladni. Kliže se nisu očišćeni nigde. Pa se šta da radimo? Biće sutra. Neočišćeno, ali dobro, to smo i mi sami krivi što se ne organizujemo da počistimo. Možda javni radovi ili tako nešto slično. Da se čisti. I stanovnici sami recimo da očiste. Kriminal. Ja sam sad izišla ovde i stanujem. Pa ne može se reći da je počišćeno za kola. Ovde je još i bačena so, a sporedne su pod snegom. Dolgozik a hókotró, súzza az utakat. A téli szolgálat teljes bevetésben és készültségben van. Preporučujemo svim učesnicima u saobraćaju da se zaista pridržavaju ograničenja 40, odnosno 60 km na sat, jer nije isključeno da će posle izuzetno lepe deonice sa suvim kolovozom naići na deonicu gde je i dalje sa tankim slojem ugaženog snega ili leda, pogotovo na onim deonicama koje su niže granga. A magyarkanizsai községben nem okozott közlekedési gondokat a vasárnap késő délután lehullott 2-3 cm-es hó. A hóekével és sószóróval ellátott munkagépek megtisztították és lesúzták az elsőrendű utakat. Magyarkanizsa központját, a járdákat, a buszmegállókat, a piactereket és a többi közterületet a Kommunálac kommunális közvállalat kisebb munkagépei tisztították meg a hótól. A községi utakon a közlekedés zavartalan, balesetről nem érkezett bejelentés. Zentán ugyan helyenként okozott kellemetlenségeket a hóesés a lakosság számára, ám komolyabb fennakadás nem történt. Az illetékesek továbbra is arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy csak azok induljanak útnak, akiknek feltétlenül szükséges, a balesetek elkerülése érdekében pedig rendkívül fontos a gépjárművek megfelelő téri felszerelése. Vajdaság déli részén nem esett hó.